Gömöri táncokat mutatott be a jászberényi Makaróni Jelik és Kamara csoport. Az ő produkciójukat is szakértő zsűri, a táncverseny további résztvevői és koreográfusuk nézte meg. Amit fontosnak tartunk ebbe a versenybe, és amiért elindultunk, hogy az improvizációt tudják a gyerekek gyakorolni színpadon is, plusz a koreográfia bemutatás is, de nekünk mégis az improvizáció a fontosabb, ami azt jelenti, hogy a szabad táncolás, tehát szól a zene, és amikor a zenekar átvált egy másik táncba, akkor ők átváltanak. Nincsen megkötés, tudják a táncot, tudják a dallamokat, és egy szépet táncolnak rá. 13 együttes mérte össze tudását, a szakértő zsűri a csapatok táncfolklorisztikai hitelességét és a technikai felkészültséget is pontozta. Az oktatási hivatal minden évben hirdet az alapfokú művészetoktatási intézmények számára tanulmányi versenyt. Jelen esetben néptánc tanulmányi versenyről beszélünk, 5. alkalommal van ez a formája megrendezve, ugyanis a tanulmányi versenyt szóló, kamaracsoport és nagycsoportos formákban szokták meghirdetni, és ez a mai esemény, ez az 5. kamaratáncosoknak szóló tanulmányi verseny. 13 produkció jutott be, pontosabban 13 iskola jutott be erre a versenyre, egészen a Dunántúltól a mi vidékünkünk, úgyhogy elég nagy a merítés. A versenybizottság elnöke hozzátette, az oktatási hivatal tervei között szerepel, hogy a középfokú tanulmányi versenyek mintájára az ilyen megmérettetésen jól teljesítők többletpontokat kapjanak a továbbtanulásnál.